Egy szolnoki lakos arról tett bejelentést a rendőrségen, hogy az egyik helyi ingatlan kerítéséhez lakatolt kerékpárjáról ismeretlen lefeszítette a lakatot és ellopta a járművet. A rendőrök a kiterjedt adatgyűjtés eredményeként egy órán belül ellenőrizték a feltételezett elkövetőt, akit éppen az ellopott kerékpárral közlekedett. A 19 éves nőt előállították és gyanúsítottként kihallgatták. A kerékpárt lefoglalták, majd a sértetnek visszaadták. Ugyanezen a napon a korábban előállított nő kinyitotta egy szolnoki lángosos büfékocsi ablakát, bement, majd üdítő italokat, valamint apró pénzt vitt magával. A rendőrök ezúttal is rövid időn belül a helyszín közelében elfogták a fiatal nőt, akinél megtalálták az eltulajdonított értékeket. Kihallgatása során a gyanúsított mindkét cselekményt elismerte a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A szolnoki rendőrkapitányság két rendbeli lopás követése miatt folytat eljárást.